Sziasztok, én Elek, Robi vagyok, és itt is vagyunk a legeslegújabb videómban. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek csodálatos napot szeretnék kívánni. A most következő videómban pedig egy tanulságos kisfilmet hoztam el nektek, méghozzá szokás szerint a Jó Öreg Dálmán nevezetű csatornáról. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de konkrétan már a címünktől felidegesítem magamat, ugyanis az a címünk, hogy az anyuka nem eteti meg az éhes fiát otthon, de ezt nagyon megbánja. Mégis miért nem? Hogyha esetleg szegények és nem tehetik meg, akkor ez érthető, de akkor is egy szülőnek mindent meg kell tennie egy ideális világban a gyermekeiért és a családért, hogy a nyugodt légkört tudja biztosítani. Hát bízzunk abban, hogy jóra fognak fordulni a dolgok, és akkor kezdjük is el ezt a történetünket. Hoppá, hoppá! Milyen hatalmas nagy focizások mennek ott. Mondjátok azt, hogy nem, a Porsés gyerekek szülei nem etetik meg őket. Megkérdezik a kisrácot, hogy ne dobják-e haza, de azt mondja, hogy nem kell, köszi, ugyanis az édesanyja hamarosan fog jönni érte. Aha, kamuzott csak. És az anyukája egyáltalán nem fog menni érte. Eléggé éhesnek tűnik. Kérsz egy hotdogot? $3 lesz. Ő lehet akkor majd a történetünk főszereplője. Akkor nem kell, köszönöm szépen. Ki tudja, hogy mégis milyen körülmények lehetnek otthon. Te leszel a következő Messi, és brutálisan tehetséges vagy, srác. Na de, haza is érkezik akkor a kisrác, és ott is van már az ajtón a kilakoltatási végzés. Senki sem érdemli meg ezt a helyzetet. Olyan szomorú, hogy mégis bizonyos embereknek ez dobta a gép. És így kell a mindennapjait leélnie. Az anyukája akkor alkoholista lehet, és gondolom, hogy a szülők elváltak, és csupán az anyukájával él kettesben, aki jól be is italozott és kiütötte magát. Anya, én vártam rád. Kérlek, tudnál nekem csinálni valamit enni? Menj el, nézd meg a hűtőt és hagyj engem békén. Az ilyen emberek mégis miért vállalnak gyermeket? Már nem azért. Nem akarok gonosz meg tiszteletlen lenni, de értitek. És ahelyett, hogy mindent megtenne a gyermekéért, és küzdene, ő inkább az alkoholt választja. Egyáltalán nem az a kiút. Talpra kéne állnia, és elmennie mondjuk dolgozni, foggal körömmel kéne harcolnia, hogy nehogy kilakoltassák őket, illetve, hogy a gyermekének mindent meg tudjon adni, de ő helyett csúnyán bepiál és csak fekszik kora délután. Szégyelje magát az ilyen ember. De az ilyen gyerekekből lesz rettentően talpra esett és erős gyermek, akik még a hegy hátán is meg fognak tudni élni. Talált is némi kaját ott. Erről már hallottam, hogy van ilyen előírás, hogy az éttermeknél kötelező kidobni a maradék kaját záráskor. Most is ez történt. Éhes vagy? Szeretnél némi kaját? Igen. Kérlek, vedd el. Nyugodtan, akár az összeset is elviheted. Hogy meglepődik, hogy vannak még rendes emberek? Pedig nagyon is léteznek, és mindig is lesznek. Igaz, hogy kevés van belőlük, de vannak, és ez a lényeg. El is viszi az összes szendvicset, a boltnak a tulaja pedig mondja is, hogy mindig este 6-kor kirakja a kajákat. Az anyuka mennyire büszke a fiára, hogy elloptad ezeket? Már örült volna, hogyha lop a saját gyermeke. Szégyeld magad! Milyen szülő vagy te? Neked kéne példát mutatnod, erre pedig
egyből már meg is eszed a gyermeked elől. Pedig a gyereked nagyon, de nagyon éhes. Mindig is mondtam neked, hogy ne focizz, ugyanis semmire nem fog téged vezetni az életben. De anya, ez az álmom, hogy profi focista legyek. Miért ne vezetne semmire? Ő küzd ért, és nagyon is el fogja érni az álmát. Mert az valamire vezet amúgy, hogy te konkrétan egész nap bepiálva fetrengsz. Nekem is volt egy álmom, méghozzá az, hogy énekes legyek. Hát de lehet, hogy nincs is hangod, meg nem tettél meg érte mindent. Hogy valósult volna meg akkor az álmod? Annyira nem szeretem az ilyen befásult embereket, akik nem hisznek egyszerűen semmiben. Ugyanis nem véletlenül tartanak ott ők, ahol tartanak. Az álmok semmit sem érnek és nem működnek. Mégis hogy ne érnének semmit sem? Az álmokból lesznek a tervekből pedig a megvalósítás. És hogyha kitartasz mellette, illetve belerakod a kőkemény munkát, akkor az összes álmod valósággal fog válni. Ez volt az ajtón, anya, amikor hazajöttem. És még rendes, nekiáll feljebb, hogy te tudod, hogy én milyen stresszes vagyok? Mégis mitől vagy stresszes? Hogy egész nap nem csinálsz semmit? És a saját gyermeked etett meg téged konkrétan? Mert még arra sem voltál képes, és most is csak a tévét nézed? Hát nem csodálom, hogy így nem értél el semmit, és nem tudtad megvalósítani az álmaidat, hogyha ilyen a természeted. Na de, a gyermeke ismételten már ott is van a foci edzésen, ugyanis tudja nagyon jól, hogy ki kell tartani, és mindent meg kell tenni az álmaiért. Biztos vagy benne, hogy ne vigyünk haza? Aha, biztos. Tudod, hogy hány óra van? 3:45. Gondolom, azért kérdezte meg, ugyanis 6 órakor ismételten oda fog menni majd kajáért, mivel kezd összespanolni a tulajjal. Hoppá, hoppá! Ő még nyomatja, és gondolom, hogy visszament edzeni. Amikor a többiek abba hagyják, ő még akkor is folytatja. Így kell ezt csinálni. Jó látni, hogy minden ellenére ő mennyire kitartó. És hogy megörül, hogy mindjárt 6 óra van, és zárni fog a bolt, és fog enni. Aznap nagy eséllyel először. De nem már. Most a tulaj nem rakott ki kaját? Vagy már valaki elvihette? Visszajöttél? Hát itt is van a megmentő. Éhes vagy? Gyere be! Mennyire emberséges már! Behívja az éttermébe. És nem a kuka mellett adja oda neki. Lassíts, kölyök! Nem kell sietned, ugyanis van időnk bőven. Elnézést! Be is mutatkoznak egymásnak, a kisrácot Andrewnak hívják. Mégis miért dobsz ki minden nap ennyi kaját? Hát, lassú az üzlet. Focizol? És jó vagy benne? Az edzőm azt mondja, hogy én vagyok a legesleggyesebb 12 éves, akit valaha látott. Pedig ő az edzések során nem is iszik Powerade-et úgy, ahogy a többiek. A példaképe pedig Messi. A komment szekcióba jöhet, hogy Messi vagy pedig Ronaldo. Fú, most ezzel mégis mit váltottam ki? Ne szedjétek azért szét egymást, kérlek. Az ő fia is focizott, és ő edzette őt. Profivá vált? Nem volt esélye. Ugyanis elhunyt 15 évesen. Nagyon sajnálom. De tuti, hogyha megélte volna, akkor profivá válna. A szüleid nem etetnek téged eléggé? Soha nem találkoztam az apukámmal. Anyukám pedig nem dolgozik. Csak iszik.
Nagyon-nagyon sokat iszik. Ez keményen hangzik. Tudod mit, Andrew? Ha megígéred nekem, hogy minden nap keményen fogsz edzeni, és nem fogod feladni az álmaidat, akkor minden egyes nap este 6-kor jöhetsz hozzám enni. Erről van szó! A férfi meglátta benne a fiát. És biztos vagyok benne, hogy ő is rengeteg nehézséggel ment keresztül, nem véletlenül van egy kajáldája. Azok az emberek érnek el hosszú távon nagy dolgokat, akik végig szenvednek egy csomó mindent, és kitartanak folyamatosan. Én bízok abban, hogy a kisrác valóra fogja váltani az álmait. Nem szeretnélek téged elkeseríteni, vagy csalódást okozni. Hogyha így gondolkozol, hogy nem leszel profi focista, akkor tényleg nem leszel. Hát erről van szó, mentalitás a lényeg, hinni kell benne, és tenni érte, és akkor valóra fog válni. Ugyanis csak azt tudod elérni, amelyben hiszel. Ez mennyire így van? És most tanulja ezt meg ettől a férfitől. Figyelj, te lehetsz a következő Messi is akár, szóval mit mondasz? Megegyeztünk. Ott is van, meg is kötötték az alkut. Rendes, elérzékenyülök itt. És még haza is dobja őt. És mondja, hogy azt a tálca kaját nyugodtan vidd haza. Hogy összespanolnak? Annyira jó látni, hogy tényleg vannak ilyen emberek. Találkozunk akkor holnap, és a végén lehetséges, hogy majd edzeni is fogja meg minden, és közösen fognak focizni. Ismered ezeket az embereket? Aha, ő az én anyukám, és az idióta barátja. És tuti, hogy majd az anyuka ebből is balhézni fog, hogy ez a férfi segít a kisrácnak. Holott többet tesz érte, mint a saját édesanyja. És konkrétan azt beszélik, hogy ő az én fiam, és nélküle nem fogok lelépni. Az anyukának a barátja már azt várja, hogy ott hagyja a saját gyermekét, és kettesben lelépjenek. Mégis merre voltál? Gyakoroltam. Pakolj össze, ugyanis lelépünk. 5 perced van. Látod, én mondtam, hogy mennyire hálátlan, és hogy nem akar velünk jönni. Hogyha nem jössz velünk, akkor itt hagyunk téged. Figyelj rám! Hagyd békén, ne emelj rá kezet! Ő mégis kicsoda? Az új foci edzője! És ki áll mellette? A focival nem fog semmire sem menni. Ó, hogy ne menne! Hogyha nagyon is hisz benne, akkor el fogja érni az álmait. Mégis, ki vagy te, hogy megmond nekem, hogy hogyan neveljem a fiamat? Egy rendes ember, akinek vannak álmai. Hogy mondhatsz ilyet? Az én fiam tehetségtelen, és bárcsak ne született volna meg. Szégyeld magad! Nagyon is szégyeld magad! Annyira remélem, hogy egy brutálisan tehetséges focista lesz, és majd, amikor már sikeres, akkor az anyuka már megy kuncsorogni, bezzeg a nehéz időkben. Nem volt ott. Hát akkor, mostantól kezdve, ő a te problémád. Sok szerencsét! Hogy lehet valaki ilyen? A saját gyermekedről beszélsz, könyörgöm! De a férfitől pedig mekkora vállalás ez? Ő nagyon is hisz benne.
Itt már nincsen B opció. Menni kell, és meg kell valósítani az álmaidat, kölyök. Figyelj rám. Ha nem szeretnél velem maradni, ez nem arról szól. Mi van akkor, hogyha anyának igaza van, és sohasem leszek profi focista? Hogy ne lennél? Te vagy a legügyesebb 12 éves, megmondta az edződ. Hinni kell benne, gyakorolni, és akkor meg fogod tudni valósítani. Ennyi a sikernek a titka végül is. Nem nehéz. Csak sokkal többet bele kell raknod, mint mindenki más. És akkor bármit valóra tudsz váltani. Tényleg bármit. Én lehetek a következő Messi akár. Hát persze, hogy te lehetsz. Hoppá, hoppá, hogy nyomatják? Hát ki más is lőhette volna a gólt, hogyha nem ő. Jaj, de örülök ennek. Ne! És meg is jelenik az új edzője, meg már szinte a nevelőapja, és viszi is neki az öccsit. Meg tanítja különböző taktikákra, meg praktikákra. Mekkora szerencséje van Andrewnak, hogy az életébe belépett ő. Ugyanis nélküle nem hinne ennyire az álmában, illetve saját magában. De ő az agyában egy olyan részt nyitott ki, amely köszönhetően én bízok abban, hogy sikerre fogja vinni ezt az egészet. Hoppá, hoppá! Most már érte is mennek a foci edzésre. Az édesanyukája sohasem ment érte. Annyira jó látni, hogy tényleg vannak ilyen emberek, és így felkarolta. Milyen kis trükköket nyomatott ott? Ott is van az újabb gól, és ez már nem edzésen, hanem meccsen történt. Közben pedig telik is az idő, a férfi pedig a fiát látja benne. Most már egy repülőn utazik, és random közös képet fognak kérni tőle. Andrew, te vagy az? Már egyből mondja is, hogy ezt nem csinálhatjátok, de nyugodtan! Pörögnek is ott a közös képek, akkor egy híres focista lett. Na de hol van a férfi, aki végig segítette őt az úton? Ő a menedzser akkor most, nem? Még az újságban is ő lesz. És persze, hogy ő lesz az újságban is. Annyira szép történet ez. Ott van már róla a poszter. A fia mellett. Mindjárt 6 óra, ez az időpont. Pedig mindig a kisrácra fogja emlékeztetni, aki már igazából nem is kicsi, és úgy eltelt az idő, hogy ő már bottal jár. Nagyon sajnálom, de ő fel is veszi, és nincsen semmi baj. Ő ott Andrew Freeman? Hát persze, hogy ő! 6 órakor meg is jelenik, úgy, ahogy régen is. Nem is tudtam, hogy visszatértél a városba. Meg szerettelek volna lepni. Hogy vagy? Szeretnék készíteni neked egy szendvicset, mint a régi szép időkben. Mi ez? Egy 1 millió dolláros csekk! Nagyon régen megegyeztünk. Most itt van az én időm, hogy visszaadjak neked. Bocsi, nem szeretnélek titeket zavarni, de a fiam hatalmas rajongód. Csináltunk egy közös képet. Még hogy az álmok semmit sem érnek, mi? Olyan szeretne lenni, mint te, amikor felnő.
really gets to him. De azt mondják neki, hogy nem fog összejönni. Hát nem is fog összejönni, hogyha te ebben hiszel, hogy nem fog összejönni. Hinned kell magadban. És hogyha hiszel, akkor a posztered az én poszterem mellett lehet. Ugyanis egy bölcs ember azt mondta nekem, hogy amit elhiszel, és a fejedbe vésel, azt meg is tudod valósítani. Hát nem véletlenül vannak ezek ott a fejedben, ugyanis apró jelek, hogy te nagyon is el tudod ezeket érni, hogyha mindent beleadsz, és foggal körömmel harcolsz érte. Brutálisan tetszett ez a történet, nagyon remélem, hogy nektek is bejött. Bár én amúgy megnéztem volna még az édesanyukájának a fejét, aki eldobta őt, amikor megtudja, hogy brutálisan sikeres profi focista lett. Hogyha bejött nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ott van minden lent a leírásban, én köszönöm a figyelmet, Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!